Sziasztok, Dolgi vagyok! Itt is lennék egy újabb Minecraft update videóval, azaz egy snapshot videóval. Ebben a videóban a 17V-17A verzióról lesz szó. Természetesen minden újdonságot meg fogok nektek mutatni, illetve felírkáltam nagyon sok mindent ide a táblákra, úgyhogy remélhetőleg semmi sem fog kimaradni ezen a héten. És hát ahogy láthatjátok, azért elég sok mindent előkészítettem, úgyhogy lesznek azért itt izgalmas dolgok. És szerintem akkor kezdjünk is bele, nem szeretném sokáig húzni a szót. A leges-legelső újdonság a tutorial, ami segítséget nyújt az új játékosoknak. Ez egyetlen egyszer fog megjelenni a játékotokban, úgyhogy megpróbálsz most videóra venni, remélhetőleg nekem is meg fog jelenni. Először is azt kell, hogy csináljam, hogy létre kell hoznom ebben az új verzióban, illetve hát innentől kezdve bármelyik újabb verzióban egy túlélő világot. Adunk neki valami nevet, és akkor hozzuk is létre. Hát nagyon-nagyon remélem, hogy meg fog nekem ez jelenni. Hogyha nem jelenik meg, akkor is elmagyarázom, hogy ezt hogyan kell elképzelni. Akkor valószínűleg újra kellene telepítenem az egész játékot. És pont vízben spawnoltam, úgyhogy kaptam egy kis crafting receptet, hogy ugye tudok készíteni hajót. Viszont láthatjátok, hogy megjelent ott jobb fölül, hogy a VASD-vel tudok mozogni, illetve a space tudok ugrani. Igen, látja a játék, hogy rájöttem arra, hogy hogyan kell mozogni, úgyhogy innentől kezdve nem segít már ebben. De ugye egy olyan embernek, aki még soha nem játszott survival játékkal, vagy soha nem játszott a Minecraft-tal, innentől kezdve azért elég nagy fejtörést okozhat, hogy pontosan mit is kellene kezdeni itt a játékba. Ezért kapunk még egy hintet, hogy próbáljuk meg elpusztítani a fát, vagyis hát kivágni a fát, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy hosszan nyomjuk a bal klikket. Láthatjátok, hogy ott van egy ilyen kis csík, ami megtöltődik, és hogyha az végigment, akkor azt érzékeli a játék, hogy igen, bizony, a játékos volt annyira értelmes, hogy el tudta olvasni a felső kis tutoriát, és elkezdte kivágni a maga kis fáját. Gyorsan ezt a fát még itt kivágjuk. És akkor uh, ugye kiírta, hogy kaptunk egy új receptet, illetve, hogy meg kell, hogy nyissuk az inventorinkat. Ezt pedig az E betűvel tudjuk megtenni. Oké. Okay. Viszont azért ezzel még nem túl sok mindent tudunk kezdeni. Ugye most kaptunk még egy hintet, hogy csináljunk Wooden planks és ugye a receptkönyv tud nekünk ebben segíteni. Megnyitom a receptkönyvet, és akkor itt van, hogy hogyan kell craftolni, Be is rakja oda nekünk a crafting gridbe, és el is készítettük a planket. És hogyha jól tudom, akkor talán ez a legutolsó hint, ami létezik. Csinálunk azért egy crafting table -t és meg is kaptuk az első advancementet. Akkor innentől kezdve, ugye, amikor már elkészítettük az első deszkánkat, a játék magunkra hagy, és úgy van vele, hogy ha már megtaláltuk a receptkönyvet, akkor onnan ki tudjuk logikázni, hogy mire is lesz szükségünk ahhoz, hogy megkapjuk az első advancementünket, azaz hát a régi nyelven beszélve achievementünket. Jó, hát ő, igazából ez egy ilyen kis újítás, és ugye ez egyetlen egyszer jelenik meg minden egyes játékosnak, nyilván ha újra telepítitek a Minecraftot, vagy törlitek azt a Fight ezt tárolja a játék, akkor többször is meg tudjátok ezt nézni, de gondoltam érdekességképpen megmutatom, úgyhogy most már a teljesen új játékosok sem lesznek elveszve a Minecraft világában. Vissza is léptem akkor abba a világba, ahol szeretném nektek megmutatni az újdonságokat, és hát ugye azért van még ezen kívül sok minden, mégpedig, hogy most már van lehetőség arra, hogy át tudjátok rakni a kreatív menü mentését egy másik billentyűre, ugye ezt az Options controls tudjátok megtenni, és itt a kreatív módnál fogjátok megtalálni. Ugye alapból X-el tudjátok betölteni a Toolbar activator illetve C-vel tudjátok elmenteni. De természetesen, hogyha ezeket a gombokat ti másra szeretnétek használni, akkor most már van lehetőségetek ezeket átállítani. És talán a legizgalmasabb, hogy bekerült egy új mobis a játékba, ami az Illusioner névre hallgat, viszont hozzá egyelőre még nincsen spontolyás, ezt gyorsan azért meg is mutatom nektek. Bérem azt, hogy Illusioner, de láthatjátok, hogy ez egyáltalán nem jelenik meg. Egyébként ez is egy ilyen Illiger fajta lehet. Én megnéztem azt, hogy ugye a mansionökbe spawnol -e magától, viszont egyáltalán nem láttam belőle. Nem tudom, hogy még egyelőre ezzel a mobbal hogy fogtok találkozni, illetve hogy hol fogtok találkozni. Ez valószínűleg csak a következő verziókban fog kiderülni, ugyanis egyenlőre rettenetesen bagos, de így néz ki. És egyébként ő így támad. Ezt majd mindjárt megnézzük egy másik világban is. Természetesen, ugyanúgy, ahogy az illicsörök, nem csak a játékos támadják meg, hanem a falusiakat is. Amit még érdemes tudni róla, hogy képes önmagát megsokszorozni, és ezzel becsapja a játékost, ugyanis csak az eredeti sebezhető. A klónokat, hogyha megtámadjátok, akkor semmilyen sebzést nem mértek rá, ugye, az illusionőre. És 20 másodperc vakságot ad, hogyha az íjjal meg tud minket lőni, 24 HP-val rendelkezik, azaz 12 szívvel, tehát kicsit erősebb, mint az alap Minecraft játékos úgyhogy azért érdemes vele vigyázni. Valószínűleg egyébként ő is egy ilyen kis mini boss lesz, ugyanúgy, mint az ivókör. Hát nagyon-nagyon uh, kíváncsi vagyok egyébként rá, hogy hol fogunk vele találkozni. Bár szerintem a mansion be lehetséges egyébként, hogy lesz olyan mansion, be ivókör lesz a boss, és lesz olyan, amibe ez az illusioner. Hát majd meglátjuk. Mondom, egyelőre sajnos erről még nincsen információ, hogy hol lehet majd vele találkozni. Spontoljása sincsen. És a videó végén uh, meg is fogom nektek azt mutatni, hogy hogyan néz ki az, amikor ő meg magát. Viszont az majd egy másik világban, úgyhogy még gyorsan megmutatnám a többi újdonságot. Az egyik ilyen újdonság, hogy ha a narrátor nem elérhető, akkor kapunk róla visszajelzést, viszont ezt sajnos nem tudom nektek most megmutatni, ugyanis annyira bágos most ez a verzió, hogy be se tudom kapcsolni a narrátort, ugye nekem eddig ez egy elérhető opció volt, nyilván, hogyha valamilyen másik nyelvre átváltanék, akkor nem lenne elérhető, viszont most nem kapok róla visszajelzést, és pont ez került be ebbe a verzióba, úgyhogy sajnos ezt nem tudom nektek megmutatni, de elméletek kapunk arról visszajelzést, hogyha azon a nyelven, amire beállítottuk a játékot, nem elérhető a narrátor. Az Fegyes gomb lenyomásával mostantól el tudjuk rejteni a felugró értesítéseket is. Ugye eddig ugye az F1-es gomb az arra jó olyan fotómód, hogy mindent eltüntet a játékban, viszont a crafting recepteket, illetve nyilván a tutoriált, azt nem rejtette el eddig, viszont ezt is kiavították. Aztán a sárkörnek a színe megváltozott, és jóval élénkebbek lettek a színek. Egyébként ez itt sárkör box, de ugyanígy néznek ki a sárkörök is, szóval pontosan ugyanilyen szint kaptak. És egyébként ez azért furcsa, legalábbis számomra, mert ugye eddig a lila sálkör az beleolvadt a purpúr blokkokba, vagy purple, én fogalmam sincs, hogy hogy kell ezt a blokkot kiejteni. Uh, egyébként is szerintem, hát nem a legszebb. De hogyha megnézitek, akkor most nagyon-nagyon elütt tőle a sálkör, és uh, hát azért ez eléggé furcsa. Ugye eddig szinte teljesen beleolvadt a falba, és most így rettenetesen előtt, szóval elég könnyű észrevenni őket. Nem tudom, hogy ezen fognak-e változtatni a készítők, de őszintén szóval nem tudom, hogy hogy most ezzel kapcsolatosan hogyan kellene, hogy érezzek, viszont uh, láthatjátok, hogy a spontoljása az még mindig ilyen lilás, illetve a sálkörsel is uh, még mindig ilyen halvány lila színű lett. Nyilván próbálják a színeket uh, ugye ugyanolyanra megcsinálni, mint a gyapjuknál ugye megváltoztatták, illetve a hardened clay-nél, ami egyébként most már nem is hardened clay, ugyanis uh, a hardened clay-t, azaz a kiegetett agyagot most átnevezték terrakottára, Ugye eddig a terrakotta az ez a blokk volt, viszont nem feltétlenül lehetett kitalálni ugye egy alapjátékosnak, hogy hogyan is lehet ezt elkészíteni. Ugye úgy lehet, hogy hardened clay raktok bele a förnizbe, és hogyha azt kiégetitek a színezett agyagot, akkor abból készült el ugye ez a glazed terakotta, mert ennek most már glazed terakotta a neve, nem sima terakotta, és a hardened clay mostantól terakotta. És hát ugye ehhez akkor most hozzá kell szoknia majd minden játékosnak, nyilván az újaknak könnyebb lesz a régieknek, pedig hát ezt el kell fogadni. Aztán a glaze terakotta nem tapad hozzá a slime blockhoz. itt van ugye a sima hardened clay, azaz most már a terakotta, és hogyha meghúzom a kart, akkor láthatjátok, hogy csak a terakotta emelkedett fel ugye a slime ez a glaze terakotta viszont nem Úgyhogy hát ez nyilván különböző ilyen resztonos szerkezetekhez nagyon-nagyon hasznos lesz, viszont uh, ugye egy alapjátékos ország nem nagyon tud majd ezzel mit kezdeni, de azért megmutattam nektek ezt a kis újdonságot is, illetve a Chain Command blokkon is finomítottak egy kicsit mostantól kevesebb erőforrást igényel a használata. És akkor szerintem nézzük is meg még az Illusion Art egy másik világban, hogy hogyan is támad, hogyan is néz ki az, amikor megsokszorozza magát, és hát uh, ezt falusiakon fogom nektek bemutatni. Egyébként a Per Simon Minecraft Illusion Illiger parancsal tudjátok elérni ezt az új mobot. Nyilván majd lesz hozzá az viszont egyenlőre így tudom nektek megmutatni. És láthatjátok, hogy már akcióba is lendült, elkezdte támadni itt a falusiakat. És hát egyenlőre nagyon-nagyon bágos, tehát látszódik, hogy meg magát, viszont így egybe marad. Viszont hogyha ütök rajta egyet, akkor láthatjátok, hogy hogyan is néz ki az, amikor több van belőle és onnan tudjátok megkülönböztetni azt, hogy melyik az eredeti, és melyik klón, hogy az eredeti lő egyedül a nyillal rendesen, és ugye, hát őt kell akkor támadnotok. Egyébként, ha megütitek, akkor ugye elteleportálnak, képesek lebegni, illetve átmenni házfalokon, úgyhogy azért elég tápos, valószínűleg egy kezdő játékos nem szívesen találkozik ezzel, főleg a játék elején, de hát nyilván valószínűleg ezek olyan helyen lesznek elérhetőek, ahol uh, ahova kezdő játékos nem feltétlenül teszi be a lábát. Úgyhogy hát uh, igazából uh, ennyit érdemes tudni róla. Nem tudom, hogy mit fog dobni. De azért megmutatom nektek megölöm. És egyébként itt elég szépen elkezdték ezt a falut uh, aprítani. jó lenne kideríteni, hogy melyik az igazi. Bár valószínűleg ott a középső lesz. De. Fú, hát én most itt egyáltalán nem látom. Ez nem, ez nem az lesz, amelyik ott bent van. Húha, rettenetesen bágos egyébként. az a baj, most itt jelenleg szinte csak a falusit ütöm. Kaptam közben egy Advancementet. mentet. Most itt megindultak valamerre, de nem tudom, hogy merre. Aha, jó, megtaláltuk az igazit. De most megint eltűnt. Hova lett az, amelyik az eredeti? Húha, Hát ezekkel azért elég nehéz harcolni, mert most megütöttem mind a négyet, és láthatjátok, hogy nem sebződik. Szóval vannak azért itt még problémák, valószínűleg egyébként ezt még ki fogják javítani. Ó, most csak egy darab van belőle, most könnyebb lesz megölnünk. Legalábbis azt gondolnám, de úgy látszik nem. Kaptunk tőle egy íjat. Viszont ennyit is szerettem volna ebben a videóban, remélem tetszett nektek. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozatok fel, dobjatok egy lájkot, like írjatok kommentet, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengőt is, ugyanis, hogyha új videót töltök fel, akkor arról azonnal értesülni fogtok, hogyha ezt megteszitek. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek, Dogi voltam, sziasztok!